Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a mai nap a közönség számára megnyitni a Budapest teret. Ennek a térnek a népi megnevezése a Fradi Park, és tulajdonképpen több mint 9 hónapos felújítás után ma lebontottuk a kerítést, és átadtuk a város lakosságának, városunk vendégeinek ezt a teret, és roppant büszke vagyok arra, hogy sikerült támogatást találnunk ennek a térnek a felújításához úgy, hogy a Beregszász önkormányzat ennek a terdokumentációt fizette ki. A felújításra szükséges forrást az pedig a Betlen alap biztosította. Ez lehetővé tette azt, hogy beregszászi vállalkozók és beregszászi cégek vegyenek részt a kertészeti munkálatokba, a földmunkálatokba és a felújítás teljes körében. Én nagyon örülök annak, hogy a mi kadenciónk alatt sikerült Beregszászban már a második teret felújítani. A Hősök tere után most a Budapest tér került felújításra. Ezzel a városunk még esztétikusabbá tudott válni, és gratulálok minden beregszászinak, hogy ilyen gyönyörű térrel gazdagodott a városunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar frakció, a KMKS, illetve OMDS beregszászi városi frakciójának a kezdeményezését ilyen pozitívan fogadta a város vezetése, illetve támogatókat is találtunk a magyar kormány, illetve a külképviselet személyében, és már ezt a teret már félig meddig kész állapotban át tudtuk adni a lakosságnak, hogy használatba vegye, és türelmetlenül várjuk azt, hogy Rákóczi, illetve a lovas szobor megérkezzen. Nagyon bízunk benne, hogy nem csak a város arculatán fog dugni, hanem jelentős turisztikai látványosság is lesz majd számunkra.